Vettem egy zsákba macskát, méghozzá 33.250 forintért. Gondolom nem nehéz kitalálni, hogy növények vannak benne, ami azért érdekes, mert alapból ritkán fizetek növényekért. Részben van, amit én magam szaporítok, részben van olyan, amit találok, összeguberálok innen-onnan, részben pedig van, amit csak úgy kapni szoktam. Úgyhogy ritkán van az, hogy elmegyek a faiskolába, és viszonylag nagyobb összeget ott hagyok növényeket. Előfordul persze, mert vannak olyan növények, amit más forrásból nem tudok beszerezni, de ez meglehetősen ritka. Viszont minden esetben, hogyha faiskolában veszek növényt, akkor elmegyek, és tüzetesen szemügyre veszem a kiválasztott példányokat, és soha nem szoktam házhoz szállítással rendelni. Most azonban tettem egy kivételt. Részben ritkább növényeket vettem, amiket megtaláltam egy helyen egy faiskolában, úgyhogy indokolt volt, hogy egy csomagban vegyem meg őket, viszont ez a faiskola, ez Pécs környékén van valahol, hogyha jól néztem a térképen, úgyhogy nem volt esély arra, hogy elmenjek oda és én magam vegyem át, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen állapotban lesznek a növények itt. Egyébként a nyilván nem fizetett hirdetésről van szó, a dmkert.hu-ról rendeltem kiviket, két nőstényt és egy porzós kivit, nőstény kivit, tehát termős kivit, meg rendeltem gránátalmákat. Eredetileg gránátalmákért mentem annak a faiskolának a honlapjára, viszont ha már ott voltam, akkor bedobtam gyorsan a kiviket is a kosárba, meg málnafát, amivel őszintén szólva soha nem találkoztam, Maclura tricuspidata, ami nagyon közeli rokona a narancseperfának, amivel talán találkozhattatok itt-ott parkokban, annak ehetetlen a termése, ezért viszont állítólag ehető. Hogy mennyire jó, az más kérdés, viszont nagyon kíváncsi vagyok rá. Nálam ennek a közeli rokonai, ami még ide tartozik, az eperfa, az tök jól érzi magát a telken, amin egy kicsit csodálkozom, de bízom benne, hogy akkor ez is jól fog teljesíteni. Aztán meglátjuk, hogy mi lesz, lehet, hogy 33.250 forint, megy ki a kukába, de azért azért próbálok odafigyelni. Na, bontsuk! Az a hajtás, ami már ott kilátszik, az a kiwi. Méghozzá a Tomuri, ez a fiú. Ott pedig a Hayward, ami a lány. Jól be van csomagolva, az biztos. Nem tudom mi ez, lehet, hogy összeszerelési útmutató. Számla van benne, 33.250 forint, meg a rendelt növényeknek a listája. Ezt azért érdemes összevetni, hogy tényleg azt küldték-e, ami a számlán, illetve a szállítólevélen található, meg kaptam egy ilyen kártyanaptárat, amit nem tudom, hogy ki használ manapság kártyanaptárakat, de kaptam egyet, úgyhogy használni fogom. Szóval egy pár Kudriana tricuspidata. Már nem Kudrianának hívják, hanem Maclura tricuspidatának. Mindegy. Ebből van egy pár, azt még nem látom, hogy hol, de ez itt gránátalmának tűnik. Különböző fajtákat rendeltem azért, mert bízom benne, hogy valamelyik jobban télálló lesz, mint a másik, illetve jobban fogja bírni a birtokon uralkodó áldatlan állapotokat, mint a többi, úgyhogy valamelyik csak meg fog ezek közül maradni. Ez például az egerági gránátalma, ami valószínűleg valami helyi szelekció lehet. Megnézték, hogy mi az, ami legjobban bírja, aztán azt felcserepezték. Egyébként itt hozzáteszem, hogy nem véletlenül rendeltem egy hazai faiskolából növényeket, mármint olyan növényeket, amiket itt helyben is állítanak elő. Nem szeretném fikázni azokat a termékeket, amiket Hollandiából hoznak, hiszen a hollandok azért eléggé ott vannak kertészetben, tehát valószínűleg, amit ott megvesztek, az jó eséllyel egy egészséges növény lesz. Viszont nem mindegy az, hogy azokat a növényeket mire optimalizálják. Arra, hogy a magyarországi viszonyoknak megfelelően gyökeresztessék olyan emberek, akik figyelik ezeket a növényeket, és értenek hozzá, és kitapasztalták már, hogy mi az, amit tudnak, mi az, amit szeretnek, mi az, ami jobban bírja és kevésbé, vagy arra állítják be ezeket a növényeket, hogy jól bírják a szállítást a világnak akár a másik felére is, és gyönyörű, szép, fényes levelekkel, virágokkal és gyümölcsökkel várják majd a vevőket a faiskolában. Hát az egyikkel könnyebb eladni a növényt, a másik viszont nem mondom, hogy nagyobb eséllyel fog megmaradni, de maradjunk annyiban, hogy kisebb lesz a stressz neki, miután a tele tápoldatozott
földjéből átültetjük a mi sivatagi talajunkba. Annak is megvan persze a módja, de ebben azért bízom. A másik pedig az, hogy szerettem volna hazai faiskolákat támogatni, hazai termelőket, úgyhogy azért vásároltam hazai gránátalmát, meg hazai kivit, meg málnafát. Na lássuk, ez micsoda. Kizárásos alapon ez a málnafa lesz, mert hogy a kivit meg a gránátalmát felismerem. És valóban azt írja, hogy Kudriana tricuspidata egy pár, tehát többen csak egy terem. Ja, hogy itt van mind a kettő, viszont az nincs rajta, hogy melyik a hím, meg melyik a nőstény, úgyhogy remélem egyik sem fog kimenni, mielőtt termőre fordul, mert különben nehezen tudnám megmondani. Egyébként, amint látjátok, itt egy oltványról van szó, ez itt az alany, ez pedig itt a nemes. Egyébként az alany az a narancseperfa, amiről az előbb már szó volt. Mondjuk ezt ilyenkor illene feltüntetni a címként, de így is jó. Még egy gránátalma, ez a parfianka, ez is gránátalma, a gülejsze, és azt hiszem, hogy megvagyunk. Megvannak a kivik, megvannak a gránátalmák, és megvannak a málnafák is. Külön díjazom, hogy nagyon szépen fel vannak címkézve a növények, ami nagyon sok faiskoláról nem mondható el, még akkor sem, hogyha egyébként olyan növényeket árusítanak, aminél kötelező lenne a címkézés megfelelő szabványok szerint. Tavaly, amikor nagyjából ebben az időpontban megérkezett ez a 23 gyümölcsfa a birtokra, hát finoman szólva sem feleltek meg az előírásoknak, csak egy-kettő ezek közül. Arról nem is beszélve, hogy elég gyatra minőségű ültetési anyag volt. Úgyhogy ezzel a DM-kertes anyaggal most teljesen meg vagyok elégedve, úgyhogy nincs más hátra, mint kivinni őket a birtokra, aztán mehet bele a földbe. A kivi esetében azért nem lesz ennyire egyszerű a helyzet, ugyanis egy meglehetősen vízigényes növényről van szó, és a birtokon a viszonyok nem feltétlenül olyanok, amelyek megfelelnének a kivinek, úgyhogy itt egy kicsit szembe megyek a saját elveimmel, hogy lehetőleg olyan növényeket ültessetek mindig, aminek megfelelnek az éppen adott körülmények, és akkor lesz velük a legkevesebb probléma, de kivit nagyon-nagyon régóta szerettem volna, úgyhogy itt egy kicsit megerőszakolom ezeket az elveket, úgyhogy remélem, hogy rövidesen kivi nagyhatalom leszünk majd. Ennyi.